Folytatjuk a sztáregyedek vizsgálatát itt a filmes törzs éves gyűlésén a nagy vízpartjánál. Itt van a gyűlésen ez a fiatal sztáregyed, aki egy másik sztáregyed bőrébe bújt ebben a fényballadában. Szerencsés módon pont itt áll mögöttünk, ezért most alkalmas a helyzet. Hoztunk egy ilyen villantót, amit nagyon szeretnek. Ennek segítségével talán sikerül felvenni a kapcsolatot. Ide térdelek, hogy érezze a tiszteletemet. Észrevett minket, villantok. Sikerült. Ajándék! Ajándék neked! Vedd el, ne félj tőle! Vedd el, ne félj! Mosolyog, ez jó jel. Oda rakom, ide rakom neked, vedd el! Ajándék neked, neked hoztuk. A kezében tartott világító fültámasz miatt távoli egyedekkel van éppen összeköttetésben. A beton dzsungelekben ez most divat, így nehéz velük kapcsolatba lépni. De kézbe vette. Lássuk, mit szól hozzá. Gondolkodik. Hagyjunk neki időt. Ez mi ez pontosan, hogy ez mi kell ezzel csinálnom? Még egy kicsit tanácstalan. Úgy látszik, nem tudja pontosan mi ez. Próbálgasd. Közben megvizsgálhatjuk a bocskorát. A bocskor piros színével jelzi, hogy ereje teljében van. És ha jobban megnézzük, a mellkasán növényornamentika található. Ez matyó. Ezzel a természet szeretetét jelzi a külvilág számára. Nem rossz. Tartsd meg nyugodtan, tiéd lehet, ajándék. Használd egészséggel. Végre oda tudtuk adni az ajándékunkat. És meg is tartotta. Reméljük, hasznára lesz a beton dzsungelben. És szerencsét hoz neki. Hamarosan visszatérek, ha sikerül még más sztáregyedekkel is kapcsolatot teremteni. Viszontlátásra!